Örömmel jelenthetem be, hogy a Krédóbusz marad Mosonmagyaróvári MT 1904 első labdarúgó csapatának névadó főtámogatója. Mondta el Süli Csaba, a Kühne ZRT vezérigazgatója csütörtök délelőtt a cég és az MTE 1904 közös sajtótájékoztatóján. A vállalat és a sportegyesület közös együttműködése 2016. szeptemberében kezdődött meg, ugyanis ekkor jelentették be, hogy az MTE 1904 felnőtt futballcsapatának a Krédóbusz lesz 3 évig a névadó főszponzora. Bár az MTE 1904 felnőtt labdarúgó csapata a tavalyi szezonban kiesett az MB2-ből, ez nem befolyásolt a Kühne ZRT-t abban, hogy további 3 évig biztosítson kiemelt támogatást az egyesületnek. Van egy 163 éves Mosonmagyaróvári cég, ez a Kühne, van egy 115 éves sportegyesület, ez az MTE. Alapvető, hogy ez a két cég és az egyesület az összefogjon. Azon kívül pedig mi annak ellenére, hogy nagyon jól tudjuk azt, hogy az a legutóbbi szezonban gyengébben sikerült ez az MTE 1904-nek, akkor Krédóbusznak hívták, az első csapatot most is úgy hívják. Ennek ellenére mi úgy gondoltuk, hogy tovább folytatjuk ezt a kapcsolatot, mert nem csupán egy reklámhordozóként gondolunk erre a csapatra és erre a szerződésre, hanem azt is figyelembe vesszük, hogy milyen nagy múltúak ezek a cégek. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Kühne ZRT mellett a felnőtt labdarúgó csapat kiemelt támogatója a Szabó és Társa belső építészeti Kft., valamint kiemelt új szponzor a Fazekas Kft. Is. Bár a támogatás pontos összegéről egyik fél sem nyilatkozott, Drescher Otto elmondta, jelentős részét teszi ki az MTE 1904 költségvetésének a Kühne ZRT által biztosított összeg, ami biztonságosabb, kiszámíthatóbb működést jelent az egyesületnek. Sporttörténeti jelentőséggel bír ez a mai megállapodás, mind a mértéke miatt, mind az MTE csoportra gyakorolt hatása miatt. Gyakorlatilag ettől az évtől kezdve az MTE mind az 500 utánpótlás játékosa, minden szakosztályban, minden versenyző csapatunk Krédóbusz Mosonmagyaróvár néven fog szerepelni az aktuális bajnokságokban. Az eseményen részt vett Árva István is, aki elmondta, örül annak, hogy a tavalyi szezon gyengébb teljesítménye ellenére egy ilyen jelentőségű cég, mint a Kühne ZRT a továbbiakban is vállalja az egyesület támogatását. Ez pedig akár inspirációt is adhat annak a munkának, aminek az elsődleges célja, hogy a Krédóbusz Mosonmagyaróvár visszakerüljön az MB2-be. Mosonmagyaróvár városának, aki mégiscsak a legnagyobb szponzor ennek a tevékenységnek, megnyugtató, hogy áll a háttérben nem egy, hanem több olyan cég is, aki belátja azt, hogy a fiataljainknak ez a sportolási lehetősége, a létesítményfejlesztéseknek ez a kiemelt volta, ez mindenképpen támogatást igényel, és ezt a támogatást jó szívvel hosszú távra megajánlják. A Krédóbusz Mosonmagyaróvár veretlenül zárta a felkészülési időszakot. Augusztus 4-én, most vasárnap pedig megkezdődik a 2019-2020-as szezon is. Az MB3 nyugati csoportjában elsőként a Ménfőcsanak ESK-t fogadja majd a Krédóbusz Mosonmagyaróvár a Wittmann Parkban 17 órától, ahol már élesben bizonyíthat az új keret. Az elsődleges, nem titkolt cél pedig, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy visszakerüljön az MTE 1904 felnőtt labdarúgó csapata az MB2-be.